Mindent meg kell tennünk azért, hogy Bór és Majdanpek mellett Szerbia minden pontján fellendítsük a bányai part, emelte ki Boris Tadić, a Demokrata Párt köztársasági elnök jelöltje. Kako bismo ih iskoristili na valjan način, ne sa namjerom da prodajemo koncentrat u inostranstvu, sa namjerom da angažujemo industriju, da pokrenemo proizvodnju koja koristi te metale koje mi vadimo iz utrobe zemlje. Na svakoj tački u ovoj zemlji, i u Boru, i u Majdanpeku, i dole u Leceu, i na Kopaoniku, i litijum u zapadnoj Srbiji, u okolini Loznice, i minerale, i fosfate, i sva ostala rudna nalazišta, i ugalj, naš energetski resurs. Az állam kötelessége, hogy feltérképezze a geológiai lehetőségeket. A szerbiai polgároknak tudniuk kell, milyen lehetőségeket nyújt a bányaipar, illetve a földben található ásványi kincsek. A bányászati fejlesztési stratégia alapja az, hogy az ipar minél nagyobb mértékben dolgozza fel az itt kitermelt fémeket és ásványi anyagokat, mondta Tadić.